Elérkeztünk az év azon szakába, amikor magokat és hajtásokat gyűjtünk, növényeket szedünk ketté. De általában kevés szó esik a levélhajtásokról. Pedig sok növény, főleg a kaktuszfélék, könnyen gyökeresztethetőek levélhajtásokból. Ezért, ha még több varjuhájat szeretnék, akkor csupán a leveleikből kell vágnom párat. Szükségünk lesz egy edényre, használhatnak cserepet is, én erre a magtálcára fogom Tenni őket. Kevertem egy laza ültető talajt, kilenc rész Perlitből és egy rész komposztból. Vermikulit is tartalmaz. Azért kell nagyon lazának lennie, hogy jól elfolyhasson a víz. A tápanyag pedig kevés legyen, hiszen csak ideiglenesen fog itt nőni a növény. A levelekhez szükségünk lesz egy éles késre. Minél élesebb a kés, annál pontosabban tudunk vágni vele. Minél pontosabban vágunk, annál kevésbé valószínű, hogy megrongáljuk, vagy megfertőzzük a növényünket. Olyan levelet keresünk, amely szép duzzat, Fontos, hogy friss legyen. Ott kell elvágnunk, ahol csatlakozik a hajtáshoz, így keresztbe, precízen, pontosan a levél tövénél. Ha minden hajtásról csak párat vágok, akkor nem rongálom meg vele a növényt. Nem érdemes nagy levelet választani. Egy közepes, friss, egészséges levél a legjobb. Ne válasszunk öreg levelet. Több új növényt is gyökeresztethetünk ezzel az egyszerű módszerrel. Fogjuk a levelet, és beletesszük a komposztba úgy, hogy az egyharmadát ellepje. Több időbe fog telni, mintha hajtást vágtunk volna, de egy pár hét alatt látni fogjuk, ahogy nőnek. Több kis csemeténk is lesz. Az eredeti levél elsorvad majd, de az új kis növényeink megmaradnak, és kiültethetjük őket. Egy ilyen kis tálcán több tucat új növényt növeszthetünk. Amikor földbe tettük őket, akkor vízbe is áztathatjuk a tálcát, de meg is locsolhatjuk. Én párafújót szoktam használni, hogy jó párás legyen a levegőjük. De ugyanezt a hatást érhetjük el, ha megöntözés után beletesszük őket egy polietilén tasakba. A fontos az, hogy a levegőjük legyen nedves és párás, ne a földjük. Ha csak a földet öntözzük, akkor valószínűleg elrohadnak majd, mielőtt gyökeret vethetnének. Három-négy naponta érdemes meglocsolni őket. Három héten belül látható lesz a növekedés.